Igen, ugyanabban a ruhában, sapkában, meg sminkben vagyok, mint egy másik videóban, de ez azért van, mert előre felveszem a videóimat London miatt, úgyhogy egy 5 perc ötlet videóval jöttem ma. Az egyik feliratkozom nagyon-nagyon-nagyon kérte, hogy olyan 5 perc ötletet csináljak, amiben nem a fogyókúrásról beszélek, hanem a hízásról. Nos igen, igaza van, valakinek azokkal is törődnie kell, akik hízni szeretnének, nem fogyni, úgyhogy én gondoltam, eleget teszek a kérésének, és elkészítem ezt az 5 perc ötlet videót. Sőt, ne hagyj ki egyetlen étkezést sem. Se a reggelit, se az ebédet, se a vacsorát, se semmit ne hagyj ki. Ilyen állapotban, ha hízni szeretnél, akkor a napi 5 étkezés az, ami úgy elegendő lehet. Nem arról van szó, hogy rengeteget kell enni addig, amíg már rosszul érzed magad, nem. Tulajdonképp az az egészséges, hogyha annyit teszel, hogy már jól érzed magad, de még mindig nem érzed magad teljesen telítődve. Tehát erre nagyon figyelj, illetve ne diétázz, semmilyen diéta, se semmilyen méregtelenítő kúra ne legyen ebben az időszakban. Második tippem, reggeli, ebéd, vacsora. A reggeli tartalmazzon, ha lehet, teljes kiörlésű ételeket, magvas kenyereket, ilyesmi dolgokat. Az ebéd legyen fehérjedús, tartalmazzon zsírokat, illetve szénhidrátot. A vacsora pedig legyen könnyed, mondjuk egy joghurt, vagy szendvics, vagy saláta. 3. Növeld az energiát. Gazdagabb energiatartalmú tejet, illetve tejtermékeket vegyél. A zsír, fehérje és szénhidrát bevitelét növeld, és fontos, hogy ugyan a cukor rengeteg energiát tartalmaz, ne azzal próbálj meg fogyni, és az édesség soha ne helyettesítse a főétkezést. 4. Étkezések közben. Természetesen a főétkezések közben lehet édességet fogyasztani, de itt is maradjunk inkább az egészséges édességeknél, ilyen például a fagylalt, vagy a fekete csokoládé. 5 vagy 6, nem tudom már hanyadik jön, elnézést, de a lényeg, hogyha nem tudsz sokat enni, akkor dúsítsd az ételeid energiával, tehát ha mondjuk készítesz magadnak egy tojásrántottát, egy adagnyi tojásrántottát, amennyit meg tudsz enni, akkor annak a tetejére például szórhatsz még reszelt sajtot, amivel még több energiát, illetve kalóriát juttatsz a szervezetedbe. Ez segíteni fog egy kicsit hízni, mégis ugyanannyi ételt fogsz elfogyasztani, mint amennyit szoktál. 7 vagy 6? Nem tudom, de ha napi 500 kalóriával többet viszel be, mint átlagosan szoktál, akkor egy hét alatt körülbelül fél kilót hízhatsz. Ez teljesen egészséges és normális, hogyha így próbálsz hízni, tehát heti fél kilóval, nem pedig drasztikusan. És végül jöjjön egy kis lista a hízleló ételekről. Első, kenyér, természetesen. Második, olívaolaj. Harmadik, mogyoró, dió, tökmag. Negyedik, banán, füge, szőlő. Ötödik, krumpli, rizsa, tészta. És hatodik édességként, ugye, mint már említettem, a fagylalt, illetve a fekete csokoládé. És még pár étvágykeltő étel, például a savas gyümölcsök, a citrom, a narancs, a grapefruit, a mandarin, vagy a kiwi. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem tudtam segíteni. Ha nektek is van ötletetek hízókúrához, osszátok meg egymással lent a kommentekben, lájkoljátok ezt a videót. Köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok!